Székelyföld közvetlenül férhessen hozzá a saját fejlesztéseihez szükséges uniós forrásokhoz. Ez a célja a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének. A sikerhez 1 millió aláírásra van szükség, ezért most népszerűsítő kampány indult. A marosvásárhelyi Keseri Ferenc elektronikusan írta alá a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését a nemzetiregiók.eu oldalon. Azt mondja, az eljárás egyszerű, néhány személyes adat megadásával pedig az erdélyi magyarok és Székelyföld jövőjére nézve fontos ügyet támogat. Ez biztos, hogy segíteni fogja nagyban az itthonmaradást, a fejlődést, az elvándorlást megakadályozza, az érvényesülést, a fennmaradást, ugyebár, mert azt lássuk, hogy a kisebbségek folyamatosan fogynak. A polgári kezdeményezés sikeréhez 1 millió aláírásra van szükség, ezért népszerűsítő kampányba kezdtek. Vasárnap Marosvásárhelyen egy kulturális előadásokkal színesített gálaestet tartottak. A fellépő művészeknek is szívügyük a székelyek sorsa. Lélekben én is ide tartozom, és mindig is nagyon-nagyon érdekelt, hogy alakul a Székelyföld sorsa és az itt élő emberek. Végre találják meg egymás kezét, én ezért imádkozom. A kezdeményezők azt mondják, minden magyar támogatására szükség van, hiszen nagy a tét. Románia nem tett le arról, hogy megváltoztassa Székelyföld etnikai arculatát. Tehát ebben a kérdésben lépni kell. Nem lehet úgy fejleszteni uniós pénzekből, hogy közben Székelyföldöt elszegényítik, és hogy az szolgálja a székelység asszimilálását vagy elüldözését. A kezdeményezés célja, hogy Székelyföld közvetlenül férhessen hozzá a saját fejlesztéseihez szükséges uniós forrásokhoz.